A legfőbb két kérdés, amiről pillanatnyilag Brüsszelben szó van és vita van, az az EU-s költségvetés módosítása, illetve Ukrajna-Európai Uniós csatlakozása. Azt látjuk pillanatnyilag, hogy a legnagyobb jó indulattal közelítve az előterjesztésekhez is, hogy mindkét ügy kifejezetten előkészítetlen. Nincs világos indokolása annak, hogy miért szükséges az Európai Unió költségvetésének módosítása, milyen hatásokkal jár ez a módosítás, mi van, hogyha nem módosítjuk, és ami ennél is súlyosabb mulasztása a bizottságnak, hogy a hatályos Európai Uniós költségvetést úgy akarja módosítani, hogy egyelőre nem hajtja végre. Ha megnézzük, akkor a költségvetésből történő kifizetésekre nem csak Magyarország és Lengyelország panaszkodhat joggal, akiktől a bizottság jogállásán tartja vissza a bennünket megillető Európai Uniós forrásokat, de a helyreállítási alap is, ami kívül áll a költségvetésen, de mégis a bizottság javaslatára egyfajta kiegészítő költségvetésként fogadtuk el. Ott is a kifizetések rendkívül alacsonyak, még azoknál az országoknál is, akik részesedtek ezekből a forrásokból, és a költségvetésnél is azt látjuk, hogy egyelőre kifejezetten rosszak azok a számok, amelyek az eddig teljesített kifizetések arányát mutatják. És ehhez még hozzájön, hogy Magyarországtól és Lengyelországtól jogállásán tagadják meg a nekünk járó Európai Uniós pénzek kifizetését. Nem hiszünk az ígéretekben, semmilyen ígéretben nem hiszünk. Annak hiszünk, hogyha a bizottság most már folyósítja a bennünket megillető pénzeket. Tehát a bizottság feladata egyelőre nem a költségvetés módosítása, hanem annak a végrehajtása. Ami Ukrajna csatlakozását illeti, itt a bizottságnak van ugyan egy előkészítő anyaga, de ebből csupán azt tudhatjuk meg, hogy azt még ők sem merik állítani, hogy jelenleg Ukrajna megfelel azoknak a kritériumoknak, amelyeket a bizottság a tárgyalás megkezdéséhez feltételként megállapított. Éppen ezért mondhatnám ezt az előterjesztést, hogy ennek az időzítését nehéz megérteni. Azt látjuk, hogy még a bizottság szerint sem teljesítette Ukrajna a tárgyalások megkezdéséhez szükséges feltételeket. Azt ugyanakkor nem látjuk, hogy egyébként, ha Ukrajna csatlakozna, független attól, hogy ma területét, lélekszámát tekintve is nehéz biztosat mondani az országról, de semmilyen azzal kapcsolatos hatástanulmány nem áll rendelkezésre, semmilyen azzal kapcsolatos szakértői véleményt a bizottság mindez idáig nem hozott nyilvánosságra, ami azt kiszámolná, hogy mit jelent az Európai Uniónak, mit jelent az Európai Unió költségvetésének, mit jelent a mezőgazdasági pénzek elosztásánál, mit jelent a kohéziós alapoknál, hány jelenleg kedvezményezett állam válna nettó befizetővé ebben az esetben, tehát itt is egy teljesen előkészítetlen javaslattal van dolgunk. Így Magyarország ebben a pillanatban egyik ügyben sem tud hozzájárulni a közös döntéshez, különösen is kritizáljuk azt a kettős mércét, amelyet a bizottság alkalmaz az Észak-Balkán Ukrajnánál nyilvánvalóan sokkal jobban felkészült tagállamaival szemben, ahol a tárgyalások vagy nem haladnak kellőképpen, vagy meg sem kezdték azokat. Noha ott egyébként valóban már csatlakozásról kellene beszélni, és mielőbb fel kellene venni azokat az országokat, akik évek, sőt évtizedek óta sokat tettek, és objektíve lényegesen több kritériumnak felelnek meg, vagy akár minden feltételt teljesítenek Ukrajnához képen különös sem. Úgyhogy ezekben a kérdésekben nem tudunk támogatást biztosítani a döntésekhez. Szeretném hangsúlyozni, hogy senki nem él vétójoggal. A vétójog intézményét az Európai Uniós szerződések nem ismerik. Közös döntések születnek, hogyha egy tagállamnak a véleménye eltér a többiétől, akkor a közös döntés nem jön létre. Éppen úgy, mint hogyha 5 vagy 10 vagy 15 tagállam véleményet ér el a bizottság javaslatától. Mi ezekben a kérdésekben szerintünk a leghelyesebb és legdemokratikusabb megoldást választottuk. Ez a döntés pedig az, hogy a választó polgárokhoz fordultunk. Ha valaki megnézi a nemzeti konzultáció kérdéseit, akkor ott Ukrajna Európai Uniós támogatásával, csatlakozásával kapcsolatosan állást tud foglalni. Mi azt javasoljuk a többi Európai Uniós tagállamnak is, hogy ne tartsanak saját választópolgáraik véleményétől, hanem kérdezzék meg őket ezekben a fontos kérdésekben.